Hófehérke egy mindenki által jól ismert történet, és nagyon sokan szeretik családi musical. Te hogyan állsz a Hófehérke történetével? Köszönöm a kérdést. Amúgy én Hófehérkéről mindent tudok, nem hazudtam, semmit nem tudok. Ez sem igaz. Én nagyon szeretem Hófehérkét, mert én szép fehér bőre, és Katona Klaudia játsza, és én nagyon szeretem a Katona Klaudiát, mert nagyon ügyes énekes, és nagyon szép lány, szerintem. És egyébként ez a családi musical meg fantasztikus, félretéve a viccet. Én nagyon szeretem a zenét, nagyon popos lett az egész, nagyon magával ragadó, tehát tényleg a zene az egyértelműen húzza, és ott húzza a Peller család is eleve, egyébként már ugye egy márka, hogyha majd meghallgatjátok, tehát meg ugye Faragó Andris is benne van. Szóval ürületes családi musical lett, és ez egy család, aki összetette, és nagyon jó ennek a családnak a részesének lenni, nagyon örülök, hogy benne lehetek. Hogyan csöppentél te bele ebbe a csodálatos családi darabba? Igazából egy ilyen teljesen véletlen folytán csöppentem bele, és én is elmentem a castingra, és már úgy, a véletlen folytán tudtam meg, hogy van egy ilyen casting, de jó, zsarinás koncert, szuper, és mentem, és megkaptam, és örültem nagyon. Minden ilyen feldolgozás valamitől különleges. Szerinted ez mitől különleges, mint mondjuk az a Disney, amit mindenki ismer? Ez szerintem attól különleges, hogy családi, hogy nagyon olyan, mint egy ilyen Disney mese az egész. A karakterek nagyon-nagyon karakterek, igazából a szőke herceg is, akit én csinálok, ez is egy ilyen hihetetlen figura. Tehát nagyon jó játszani, Marian is imádja, tehát imádja azt, hogy lehet gonosz, és tehát imádja csinálni, mert lehet benne játszani jókat, és élvezzük, hál' Istennek. Hófehérke! Hófehérke! Hol lehet már megint ez a haszontalan teremtés? Hófehérke! Hófehérke! Nem hallom? De Fensi, hadd betarkodjam megjegyezni, hogy tegnap volt a szülinapja. Nekocsodj közben, amikor gondolkodom. Csend legyen! Hófehérke! Jövök már most, anyám! Na végre. Csak hogy itt vagy. Egyszer, csak egyetlen egyszer lennél kéznél, amikor szólítalak. Megcsináltad, amikre kértelek? Igen, most, anyám. Felsikáltad a termet a bál után? Igen, most, anyám. És felseperted a kertben a lépcsőt, és húztál friss vizet is a kútról? Igen, most, anyám. És a szennyes? Remélem tiszta, mint a pacsolat. Igen, most, anyám. Éde. Jó, nem te. Éges anyám. Na jól van. Lásd, milyen jó vagyok hozzád, most megkapod az én ajándékomat. Ma a jutalmul kimehetsz a palota falain túlra azokhoz a kis bestiákhoz. Én nem tudom, mi örömödet lehet bennük, de kapsz két szabadulást. Jaj, igaz! Tattattattok. Kötyeg az óra, igaz? Arra. De édes! Ja, nem az. Hófehérke történetét mindenki kívülről tudja, jó és gonosz karakterek is vannak benne. Szerinted melyiket nehezebb eljátszani? Szerintem a bájos tündérgombócot nehezebb eljátszani. Szerintem a gonosz sokkal, sokkal könnyebb eljátszani, mert mindenkiben megvan a gonoszság, és az ember örül, hogyha kiadhatja, mert mondjuk én alapvetően úgy létezem, hogy próbálok nem ártani senkinek a hétköznapok során, és nekem ez egy óriási fürdőzés ebben a szerepben, mint gonosz most, ha kiélhetem azokat a féltékenységeket, azokat a rossz érzéseket, az irigységet, amit én nagyon igyekszem elnyomni magamban a hétköznapok során. Akkor nem volt nagyon
nehéz azonosulni ezzel a karakterrel. Voltak azért buktatói? Inkább csak az volt a nehézsége, hogy én nem vagyok alapvetően színésznő, hanem én műsorvezető végzettségű vagyok, és így is létezem, így is dolgozom. Viszont ért ez a megtiszteltetés, hogy úgy gondolták, hogy ezt képes vagyok megcsinálni, és a bátorságot kellett összeszednem az elején különösen. Tehát ott az volt a nehézsége, hogy én ezt elhiggyem, hogy meg is tudom csinálni, meg méltó vagyok arra, hogy én egy ilyen feladatot elmerjek vállalni, de ebben nagyon sokat segített Mészáros László, a darab szerzője és rendezője. Úgyhogy ez volt a nehézsége, aztán pedig elkezdtem élvezni, úgy nagyjából a próba folyamat legvégétől. Azért, hogyha egy gonosz karakter kell megvalósítani, valahonnan inspirálódni kell, hogyha belső kevés lenne. Neked ez honnan jött? Hát szerintem egyrészt nagyon-nagyon inspiráló az eredeti Walt Disney rajzfilm. Tehát szerintem ott a gonosz királynő nagyon hűvös. Azt tudtam, hogy én nem akarok teljesen rideg-hideg lenni, hanem szeretnék valamiféle cinizmust és iróniát belevinni, ami persze nyilván nem feltétlenül szimpatikus, de közben mégis árnyalja a szerepet. És nem tudom, hogy láttad, vagy látták-e a nézők a Tükröm-tükröm című filmet, amiben Julia Roberts a gonosz mostoha. Szerintem ő zseniális volt benne, nagyon sok humorral csinálta meg, és nem mondom, hogy őt utánzom, mert azért ő azért egy elég jó színésznő, lássuk be, de ő nagyon inspiráló volt. Milyen volt a kollégákkal együtt dolgozni ebben a csodálatos musicalben? Az volt a csodálatos, hogy pár embert, egy 4-5-öt már a főszereplők közül ismertem. A nővérem révén, aki színésznő, és a Budapesti Operett Színháznak a tagja, a színésznője, és rajtuk keresztül már ismertem ezeket az embereket, csak nem dolgoztunk még így ugye együtt soha. Úgyhogy nagyon hamar befogadtak, nagyon kedvesek voltak, nagyon támogatóak voltak, és öröm velük együtt játszani a színpadon, mert csak hallomásból tudom, hogy van olyan színész, vagy előfordul olyan, aki nagyon zártan játszik, és nem figyel a kollégáira a színpadon. Na, ők nem ilyenek. Ők nagyon figyelnek, nagyon-nagyon támogatóak a színpadon is, és egy-egy pillantásból is szoktunk egymásnak jelezni, és tudjuk, hogy na, ja, igen, most az jön, hogy, vagy most már ide kellett volna, hogy add azt a bizonyos kelléket. Úgyhogy nagyon élvezetes. Mármint kint van, most kell teljesít. Gazdaságilag mindki nyit van, aki nem teljesít. Jöhet a pénzeső, jöhet a pénzeső, van itt sok lóvé. Hófehérke történetét nagyon sokan ismerik, szinte mindenki. Jó és rossz karakterek egyaránt vannak benne. Melyiket a nehezebb eljátszani? Hát én mind a kettő vagyok ebben a sztoriban, tehát vagyok jó is, és aztán leszek rossz vagyok, aztán majd leszek jó is. Tehát, hogy az életben szokott lenni, komoly jellemfejlődésem megy keresztül az én karakterem. Azt kell mondjam, hogy nekem egyszerűbb a jót eljátszani. Az nem áll távol, tehát nem vagyok egy gonosz bányafőnök, mint ahogy azt ugye a szerepembe képviselem az elején. Milyen volt a kollégákkal együtt dolgozni? Milyenek voltak a próbák? Nagyon-nagyon sokat próbáltunk, tehát nagyon komoly munka volt. Nekem egy teljesen új világ volt ebbe a színészi világba, színházi világba belecseppenni. Hát nem irigylem, a színészet az egy komoly művészet, látom most már. Nem azért, mert az én alakításom alapján, hanem azért, mert látom, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehet egy szerepet formálni, és sokat tanultam ebből a turnéból. És ráadásul ez nem egy egyszerű színdarab, hanem egy musical. Mi volt a legnehezebb abban, hogy ez létrejöjjön? Hát az egyeztetések nagyon nehezek voltak, mert itt ahányan vagyunk főszerepben, annyi fele dolgozunk. Ki az RTL-nél, ki a TV2-nél, ki színházba, tehát mindenkinek van valami elfoglaltsága, és hát azért törekedtünk arra, hogy ne a váltóink, hanem az eredeti szereposztás legyen, mert azért ez egy picit mindig csalódás a nézőnek. Komoly előkészítő munka. A dalokat előnek elni, nekem két nagyon kedves dalom van, én nagyon szeretem, Jöhet a pénzeső, tehát jó hangulatú, én nagyon örülök neki. Azt gondolom, hogy hála Istennek sokat nem kellett táncolnom, az úgy nehéz lett volna, mert nem vagyok egy táncos alkat, de hát azért itt vannak nagyon-nagyon beállított, nagyon nehéz volt jelenetek. Hogyha beszéltünk nehézségekről, akkor beszélni kell pozitív dolgokról is. Mi volt a legeslegjobb az egész folyamatban, vagy a turnéban? Hát az, ezekkel a kollégákkal együtt dolgozni nekem mindenképp egy új élmény volt. Egy nagy kirándulás volt, és a színművészet és a színezek tisztelt, egész más belülről nézni egy darabot, mint kívülről. Úrnőt szólították!
Nézd csak! A leghűségesebb. Jól figyelj, vadász! Különösen fontos feladatom van a számodra. Hófehérkét! Vidd el magaddal az erdőbe. Csak minél messzebbre, az ismeretlenbe, ahonnan nincs visszaút. És ott, egy óvatlan pillanatban, fogd ezt a tűrt, és ölt meg! Mi? Nem áll, főnök! Ez már kicsit túlzás. Csendes! Jól van, gonosz bonya. Tessék! Megyek haza! De úrnő, hófehérkét, hát mit ártott ő neked? Hófehérke nekem olyan, mint hogy a gyermekem lenne. Az életben nem szerettem senki más, csak őt. Jó, elég! Hallani sem akarom többi a nevét. A döntés végleges. Vagy az ő élete, vagy a tiéd. Hófehérke történetét mindenki ismeri, beszéljünk egy picit arról a karakterről, amit te vagy, és mennyire tudtál ezzel azonosulni. Hát ez egy nagyon hálás szerep, ugye, mint kiderül, hogy pozitív hős ő. A feladata az mondjuk elég durva lett volna, mint tudjuk az alaptörténetből, de hát itt is sikerül neki megoldani a problémákat. Nem akarok titkot elárulni, de a végén azért minden kiderül. Nekem nagyon tetszett. Jó, jó zene, klassz számokat énekel, és egy fes fiatalember. Hogyan kerültél kapcsolatba a többiekkel, illetve magával a darabba? Hát megkerestek, ismertük már egymást a rendezővel, aki ugye a szerző is, és hát a kollégákkal, meg szinte mindenkivel már dolgoztam valamilyen formában együtt, és örültem a felkérésnek. Egy ilyen jellegű szuperprodukció az mindig jó, bejártuk vele az országot, sajnos most már a vége felé közeledünk, utolsó előtti állomáson vagyunk, de mindenki remekül érezte magát. Én azt gondolom, hogy egy családi musicalben helytállni nehéz, de hálás feladat. Te hogyan látod ezt? Igen, tehát itt azért minden korosztálynak meg kell felelni. Hát ugye azért családi musical, mert a pici gyerekektől a nagymamákig mindenki eljöhet és megtalálja a magának való dolgot. Nagyon látványos, tehát nagyon klassz zene, fülbemászó dallamok, és hát nagyon látványos technikai dolgok be vannak vetve, színes kavalkád, remek jelmezekkel, tehát minden olyan, hogy az ember kapkodja a fejét, és hát nagyon jól szokták érezni magukat a nézőtére. Soha nem mondtam még így szabad, soha nem számított más, csak a testem lesték a szép izmokat, a kockázkán a tér sok bíztatás. Ez a herceg lesz egyszer a nagy csavás. Kérlek, képzel, hogy a kockákoktól megfolyik az érzelem. Engem ilyennek látsz, mondd csak, hogy még nem imádsz. Az ő szíved, de nem érted, gondolj fel, akadsz meg tüzeket. Hosszik majdnem, mint én, szememben kék a zöld víz. Arcok ég, s vörök víz. Melyik a te kedvenc személyes rajzfilmed? Én nagy Family Guy rajongó vagyok, de mindenféle animációs filmet láttam. Mindet, az összeset láttam. Nincs nagyon kedvencem semmiből, sőt, nincs kedvencem semmiből, ahogy ebből sem, de szerintem nem tudsz olyat mondani, amit nem láttam. Még a Mackó testvért is láttam. Ez azért jó kérdés, mert nagyon sok. Én nagyon szeretem a rajzfilmeket, nagyon szeretem a meséket, és most nagyon szeretem éppen a Hihetetlen családot, mert a fiaim 6 és 3 évesek, és most éppen az a sláger otthon, de ha őszinte vagyok is a kislányémet kérdezed, akkor a Szépség és a Szörnyeteg és a Kishableány az, ami nagyon meghatározó volt gyerekkoromban. Én a gyerekeimnek mindig meséltem, saját mesénk volt, három gyerekem van, és amikor kicsik voltak, ők a három maciról. Három Maci és a Papi, mindig ez volt a mi mesénk, de ez egy soha véget nem érő mese, és most már a lányom 20 éves, de még karácsonykor azon nevettünk, hogy mi volt az utolsó, amire emlékszik. Nekem melyik a kedvenc mesém? Hát nem is tudom, gyerekkoromban rengeteg olyan mesét hallottunk a nagyszülőktől, még szlovák nyelven is, mert ugye otthon úgy beszélgettünk Békés megyébe. És hát aztán voltak rémmesék, tehát olyan horror, hogy
Nem tudom, hogy hogy tudtunk elaludni gyerekkorunkban, de ez egy ilyen természetes dolog volt. Nekem az egy kedvencem, amikor a kolbászt az orrára, a férnek az orrára varázsolják, tehát hogy ezt szeretnék, azt szeretnék, ó, hogy ilyen gazdagságot, olyan gazdagságot, végén csak az, hogy lesz egy kolbász, amit megehetnek a szegény család, ez egy jó pofa mese.